ápolási díjnak a rendszere összetett, több lépcsős is, másrészt pedig azért azt tudni kell, hogy 2010 előtt évekig nem is emeltek rajta. Tehát azért azok, akik most kimennek néhány tucatnyian tüntetni, tiltakozni, és tudom, hogy ezt a balliberális körökből hergelik ezeket az embereket, azt elfelejtik, hogy olyan lépéseket tettünk meg ezen a területen is, annak ellenére, hogy katasztrofális volt a pénzügyi helyzet Magyarországon, és nagyon nehéz helyzetben indultunk, mégis óriási nagy változások voltak. Nyilván a kiemelt ápolási díj az azoknak jár, akik a legsúlyosabb élethelyzetet kell, hogy otthon segítsék, és ebben én szakmailag nem szólhatok bele, és a politika nem is fog beleszólni, hanem van egy rehabilitációs szakigazgatási szerv, ami fölméri azt, hogy milyen élethelyzetben vannak ezek a családok, és a legsúlyosabbaknál van a kiemelt. Az emelt szintűt azt általában megkapják azok is, akiknél nem is kell egyébként, és ez fontos hangsúlyozni, nem kell ezt a rehabilitációs szakigazgatási szervnél elvégezni a vizsgálatot, de azért minden egyes ellátásra mondom ezt, tehát nem csak erre a területre. Ezek a pénzek, ezek nem a mannaként a földből, vagy a levegőből hullanak. Ezeket a pénzeket adófizető emberek, járulékfizető embereknek a pénzéből tudjuk, oktatásra, egészségügyre és szociális segélyekre, vagy támogatásra, vagy nyugdíjra fordítani. És nyilván annyit tudunk, amennyi van. És én annak is örülök, hogy egyáltalán ezt a kiemeltetbe tudtuk vezetni, és én magam is jobban szeretnék még magasabbat adni, még többet adni, mert tudom, ismerem a fogyatékos gyermekeket, illetve nagyon súlyos élethelyzetben lévő időseket, ápoló gondozó családoknak az élethelyzetét. Én magam is rengeteg ilyen helyen járok, intézménybe is, és kisebb otthonokba, és tudom, hogy ez mekkora szenvedés és mekkora küzdelem. Nyilván rajta leszünk a következő időszakban, hogy ezt tovább erősítsük.